wytłoczonego soku robią na Podolu trunek dereniakiem, zwany do wina podobny. Jest to napój smaczny i zdrowy, a przymieszany do wina węgierskiego młodego ma mu nadawać smak wytrawionego starego. Książka Geralda Wyrzyckiego jest z 845 roku. Az ehetősom az egyik legbecsesebb gyümölcs. Hosszú élettartamú, leggyakrabban 9 méteresre megnövő cserje, ritkábban fa. Najstarsze derenie. A fűvészkertek közül a legidősebb somfák Krakkóban találhatók. Nálunk is vannak 100 év feletti bőven termő egyedek. Ebből a két példából is látható, hogy a som 100 évnél tovább termőképes. A miénk mint egy mázsányi termést ad. Az arborétumban található sok éves ültetvény Jerzy Piurecki professzor egykori igazgató munkájának eredménye, aki a 80-as években sommagokat és csemetéket hozott régi kastélyparkokból. Ennek köszönhetően egy fasorban 70 bokor virága hirdeti a tavasz érkezését. A lengyelországi régió legjellemzőbb fajtáinak termése ovális. Itt mutatjuk az ovális alakot. A gyümölcsök közepes nagyságúak. Ezek savanyításra előkészített zöld termések, ezek már érett példányok ugyanazon cserjéről. A som gyümölcsét savanyítás céljára közvetlenül a cserjéről kell leszedni, mielőtt a napirosra érlelné. A munka fáradtságos, különösen akkor, amikor a nyers gyümölcsöket olyan terebélyes bokrokról kell leszedni, amelyek az arborétumban találhatók. A som savanyításához a következő fűszerekre van szükség. Szegfűbors, kakukkfű, babérlevél, továbbá só és víz. Az így előkészített levet töltsük befőttes üvegekbe, utána adjuk hozzá a somat. Tegyünk bele még szőlő és tölgyleveleket. A pálcolt somot körülbelül 3 hónapig hagyjuk állni. A 19. században nemesített változatok elsősorban kastélyparkokban és botanikus kertekben találhatók. Az utóbbi néhány évtizedben tovább tart a nemesítői munka a som különböző alakváltozásaival, és a felhasználhatóságát is vizsgálják. Itt vannak a lengyel fajták, ezek meg a hagyományosak. Ezen felül van sárga színű desszert és nagyon korai fajta. Vannak ukrán desszert fajtáink is, melyek közvetlenül fogyaszthatók, lehet belőlük befőttet és lekvárt készíteni. A lengyel fajták kiváltképp a 19. századiak alkoholos kivonat és lekvár aljára alkalmasak. Szczególnie te 19-20 wieczne do nalewek i do konfitur. Alapanyagnak gyümölcsléhez, zseléhez, lekvárhoz vagy dzsemhez csak érett, narancssárga vagy piros somtermések valók. A régi kastélyokban több generációs családok éltek. Voltak ott öregasszonyok és a családhoz tartozó egyedülálló nők, és volt idejük, elvégezhették a munkaigényes dolgokat. Annyiban volt ez érdekes, hogy minden udvarban 3 féle somfajta volt. Mindhárom somfa különböző időpontokban érlelte terméseit. Az első augusztus közepén, a második szeptember közepén, a harmadik október második felében. Ennek köszönhetően közülük legalább egy termet. A másik a mezei munka kérdése volt. Amikor a földeken nem volt tennivaló, eljött az ideje, hogy foglalkozzanak a sommal. Kérem, kóstolják meg, hogy ízlik a somzselé. És ki szeretné még megpróbálni a dzsemet? Én. Édes? Igen. A friss gyümölcsök savanyúak, de az elkészítés után már más ízük van. Ezt próbáltad? A savanyítottat még, nem?
No i na koniec, bo jeszcze nie próbowaliśmy. No és végül, mert azt még nem próbáltuk, hogy hogy ízlik a somtermés a szalva. Mazsolára emlékeztet. Magostól? Van benne mag. Tessék. Jó, igazán jó.